Zajos a tér, a református iskola diákjai elevenítik fel a múltat, szüreti felvonulást tartanak. A szőlő betakarítása évszázadok óta a mezőgazdaság egyik meghatározó időszaka. Ugyanolyan fontossággal bír, mint az aratás. Ennek megfelelően már a régi korokban is megadták a módját a szüretnek. A 18-19. Században is meghatározott kezdete volt az Alföldön, Szent Mihály napján, szeptember 29-én kezdődött, és október 28-áig tartott. Tokajban viszont éppen akkor kezdődött. A szőlő betakarítás utáni szüreti felvonulás rendjét miniszteri rendelet szabályozta, ilyenkor a törvénykezést is felfüggesztették. A legügyesebb csőszlegények közül választották meg a szüreti bírót, a felvonulók pedig úgynevezett baksús babát vittek. Ez az ókori görög mitológia boristene, Bacchus előtti tisztelgés szimbóluma volt. A refi általános egy hagyományos szüreti rendezvényt tart, szüreti felvonulása, és hát minden tekintetben megadjuk a módját úgy, ahogy a népi dolgok is ezt tartják. Madárijesztővel vonulnak fel, minden osztály egy madárijesztő elkészítésével készült, a szülők segítségével. Utána pedig játékokkal, dalokat gyűjtöttek, énekelni fognak, mondókázni. Természetesen van kis dobosunk, és lesz kikiáltó is, úgy, ahogy a népi hagyományokban ez meg van írva. Műsorunk után visszamennek az iskola udvarára, ahol a tanítónéni különböző állomásokon várják a gyerekeket, és lesznek nagyon jó programok, például dióverés, diótörés, kukorica morzsolás, aztán lesznek még lekváró, zsíros kenyér, evő versenyek és egyéb népi játékok várják a gyerekeket. A kisebb szőlőbirtokkal rendelkező Kalákában dolgoztak. Rokonok, barátok segítettek a munkálatokban. A nagy birtokosok jellemzően meg sem jelentek a szüreten. A vincellér irányította a szedést, a feldolgozást és a tárolást is. A szüret az újbor ünneplése, szintén kivétel nélkül szüreti bállal zárult. Ezeknek is megvolt a jól körülhatárolható szabályrendszere. Szabályozták például azt is, hogy az iparosok és a gazdák külön-külön tartották a szüreti mulatságukat. A mulatságból a gyerekek is kivehették részüket. A református iskolában is népi játékokkal, dióveréssel, kukoricamorzsolással folytatódott a szüreti nap.